A felnőtt és ifjúsági országos bajnokság után a legjobb hazai juniorok 50 méteres tűzfegyveres bajnokságának is Nyíregyháza adott otthont. A stadion utcai lőtéren három napon keresztül 20 egyesület közel 300 sportlövője versenyzett az érmekért és a helyezésekért. A rendező Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület a felnőtt OB-hoz hasonlóan ezúttal sem maradt érmek nélkül. Én úgy gondolom, hogy a maximumot teljesítettük, hiszen mindent, amit lehetett, megnyertünk. A fiúk első helyet gyűjtöttek be csapatba, egyénibe első és második helyet zártunk, valamint a lányok negyedik helyen végeztek, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép eredmény. Vareha Attila a nyolcas döntő elején majdnem kiesett, aztán végül ezüstérmet szerzett a sportpisztoly 50 méteres számában nem régóta dövöm ezt a számot. Hát döntőben szerettem volna kerülni, de hogy második leszek, azt egyáltalán nem gondoltam. Motiváció volt, hiszen néztek, mert szerettem volna, hogy úgy hogy két nyíregyházi között dőljön el a első két hely, és ez motivált egy kicsit. A Standard Push-a fekvő számában negyedik helyen végző Pataki Claudia szerint nagyon jó közösség alakult ki a nyíregyházi lőtéren. Nagyon jó. Uh, egyszerűen Teljesen baráti a közösség, mindenki ismer mindenkit, hiszen az edzők is ilyen barátságosak, és igyekszünk mindig olyan edzéseket tartani az edzőkkel együtt, hogy barátságosabb is egy kicsit a gyerekek közelebb kerüljenek egymáshoz. Az év hátralévő részében még 17 hazai, illetve nemzetközi verseny vár a nyíregyházi sportlövőkre, többek között Bolonyában, Kassán és a Szexádi Serdlőbajnokságon lépett lőállásba az npl eles sportolói. Jövőre is lesz rangos verseny a Stadion utcai lőtéren, nyíregyházán rendezik meg ugyanis a 20 ország legjobbjait felvonultató Hungarian Open-t.